Izgatottan várakoztak a nyíregyházi állatpark előtt a fogyatékkal élők és kísérőik a Sérült Emberek Napja alkalmából szervezett Ez a mi napunk című rendezvényen. A megnyitón elhangzott példaértékű, hogy az évről évre megszervezett találkozót a nyíregyházi és a megyei önkormányzat mellett sok cég és önkéntes is támogatja. Az idei központi téma az egészséges életmód volt, ezért a napot mozgással, különböző aerobik gyakorlatokkal kezdték a résztvevők. A testi-lelki egészség az meg lehet azon kívül is, hogy valaki valamilyen intézményben van, vagy valamilyen értelmi sérüléssel rendelkezik. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, és körülbelül 2350-en regisztráltak, de ezen kívül még vannak olyan családok, akik maguk jöttek el, tehát nem is regisztráltak, még nem tudjuk, körülbelül általában 3000-en szoktak eljönni. A fogyatékkal élők és kísérőik idén is egy egész napot tölthettek el a nyíregyházi állatparkban. Már sokadik alkalommal vagyok itt, nem számoltam meg, de minden évben eljövünk, amikor ez a rendezvény van. És azért szeretem, mert nagyon sok embert láthatok, szeretem az embereket, és itt összefuthatunk olyan ismerősökkel, akiket régen láttunk. És az állatokat is nagyon-nagyon szeretem, és ingyen bemehetek egy állatkertbe, ami gyerekkoromban nem volt meg. Az Ez a mi napunk című rendezvényre a legtöbben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeztek, de jöttek a Tiszántúról, valamint Romániából és Ukrajnából is.